Történelmi gólt szerzett a Chelsea elleni vasárnap esti stadionavató nyitómérkőzésen válogatott labdarúgónk Gera Zoltán, aki a Groupama Arena első hivatalos találkozóján az első találatot jegyezte. Gerzson számára nem ismeretlen érzés bevenni a kékek kapuját, hiszen angliai légiós évei alatt kétszer már megtette ezt. Mégis azért egy rangos ellenféllel szemben sikerült az első gólt rúgni a stadionban, ez mindenképpen felemelő érzés nekem. Igazából jó helyre érkeztem, nagyon jó beadás volt a Nagy Danitól, szóval ezt csak ki lehetett hagyni, úgyhogy örülök neki, hogy nem hibáztam el. Már kiállt volna a kapuba, senki nem tudta volna ezt hárítani. Nagyon remélem, hogy majd a bajnoki mérkőzéseken is fogok gólokat rúgni, de mindenképpen ez egy jó érzés volt játszani egy ilyen jó csapat ellen. Tapasztaltuk közelről, hogy milyen egy komoly csapat ellen játszani, gyorsak, labdabiztosak, erősek. Remélem, hogy profitáltunk a mérkőzésből. Angliából egy évtized után nyáron hazatérő középpályásunk a lefújást követően nem csak góljáról beszélt, hanem azt is elárulta, miről társalogtak régi ismerőseivel, a londoniakat erősítő Mark Schwarzerrel és Branislav Ivanovicsal. Régen találkoztunk, a Schwarzer csapattársam volt a Fulhambe, a másik srác pedig hát Londonban ismerkedtünk meg az Ivanovicsal. Jó volt látni egy-két régi ismerőst, és hát megdicsérték a stadiont, mondják, hogy szép a város, hízelektek egy kicsit, hogy jó a csapatunk is. Hát egy igazi örömmérkőzés volt, szerintem mindenki élvezte. Sajnálom, hogy nem lett döntetlen legalább, de hát nagyobb tudás előtt meg kellett hajolnunk. Gera Zoltán számos kiváló atmoszférájú stadionban pályára lépett már, de a Groupama Arena különleges hangulata őt is lenyűgözte. Középpályásunk reméli, hogy a közelgő bajnoki mérkőzéseken drukkereink tovább fokozzák az élményt. Nagyszerű. A pálya minősége nagyon jó, a stadionnak az atmoszférája, a szurkolók, olyan speciális hangulat van a stadionban, és ez csak egy barátságos mérkőzés volt. Majd azért kíváncsian várom, amikor igazából egy tétmeccsen, egy bajnoki mérkőzésen, amikor föl fog hördülni a közönség, arra leszek igazából kíváncsi.